A koronavírus járvány a tavaszi lomtalanítás menetét is átírta, amely így mintegy két hónappal későbbi időpontra tolódott. Ezúttal is pontosan meg volt határozva, milyen típusú hulladékot lehet elvitetni és miért nem. Nagyjából 2800 családi ház számára biztosítottuk ezt a lomtalanítást az idei évben. Nagyjából 160 tonnányi kommunális hulladékot gyűjtöttünk össze, aminek a nagy része nagy méretű hulladék, tehát olyan jellegű, ami nem fér bele a háztartásoknál található kiskukákba. Időben értesítettük a lakosokat, hogy milyen hulladékot szabad és milyen hulladékot tilos kirakni a ház elé. Tiltott volt az építkezési törmelék, illetve az autógumi, aminek a gyűjtésére megvannak a megfelelő elhelyezési pontok Dunaszerdai területén. Az ült hulladék szedését már áprilisban letudtuk. Ami engedélyezett volt, az a nagyméretű hulladék és az elektrohulladék, ezek tették ki a fő mennyiséget. Sajnálatos módon tapasztaltuk, hogy sok esetben régi kartondobozok is kikerültek a ház elé. Ennek a gyűjtése meghatározott harmonogram szerint történik a papír elszállításkor. Ebben az esetben most nem történt szelektálás, tehát hogyha akinek ilyen hulladék rejtezik még a padlásán vagy a pincéjében, azt a papírhulladékkal kell együtt kihelyezni. Minden évben vannak olyanok, akik megelőzik a hulladékgazdálkodási vállalat munkatársait, hiszen már előző nap este, vagy pedig a lomtalanítás napján korán átnézik a lakosok által az utcára kirakott limlomot. Ebben az évben kevésbé tapasztaltunk negatív bejelentéseket a guberálókkal kapcsolatban. Igyekeztünk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az elszállításhoz legközelebbi eső napon, tehát pénteken helyezzék ki a hulladékot, így nem rontva a városnak a látképét, és nem engedve teret a guberálók munkájának. Július végétől a családi házas övezetekben változik a zöld hulladék elszállítás ütemterve. A hétfői és a keddi nap marad, a szerda azonban csütörtökre módosul. Részletesebb információk Dunaszerdahely város honlapján találhatók.